Kedves kollégák, sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai digitális téma hét webinárium alkalmából. A mai napra egy nagyon érdekes, dinamikusan fejlődő, ingyenes alkalmazást szántunk, és egy olyan alkalmazásról lesz szó, amely nagyon sokoldalú, nagyon sok mindenre alkalmas, nagyon ügyes tartalom összeállító gyűjteménykezelő alkalmazásról van szó. Ez nem más, mint a Véklet. És a képernyőn már látszik is a Véklet felülete, amely akkor néz így ki, ha az ember már egy kicsit régebb óta használja. Érdemes csatlakozni, regisztrálni a véklet.com-on, és hogyha ezt megteszitek, akkor tudjátok követni mindazt, amit mutatok, illetve az a tervem, hogy lesz interaktív feladat is, amiben be tudtok majd kapcsolódni. Úgyhogy ez egy kicsit interaktívabb webinárium szeretne lenni, mint a szokásos előadások. Nos, a Végletről azt kell tudni, hogy hát olyan 2014 körül alapították ezt a vállalkozást, ami egy kicsi cég Manchesterben, és igazából 2019-ben robbant be, amikor is a Microsoft Teams felhasználói számára kínált egy lehetőséget, amivel sokkal jobban összekapcsolható a két alkalmazás, a két platform, és a digitális oktatás beköszöntével a Véklet még tovább növelte a népszerűségét, hiszen nagyon gyorsan fejlődik, nagyon sok új funkciója jelent meg az elmúlt egy év során, és ugyanakkor egy komoly fejlődés az is, hogy immár magyar nyelven is használható. Igazából ez csak néhány feliratot jelent, de az is kényelmesebbé teszi a használatot. Nézzük meg, hogy miről van szó, milyen alkalmazás is tulajdonképpen a Véklet. A Véklet segítségével tulajdonképpen különböző típusú gyűjteményeket lehet készíteni, és ezek közül én most megmutatok egy olyan gyűjteményt, aminek az a címe, hogy Véklet tanárszemmel, és ez egy olyan gyűjtemény, ahol összegyűjtöttem mindazokat a funkciókat, amelyek egy tanár számára érdekesek ebben az alkalmazásban, és nem csak megmutatom, hanem meg is osztom a gyűjteményt. Itt a gyűjtemény tetején van több hasznos gomb. Az egyik ez a nyíl, amivel meg lehet osztani saját gyűjteményeinket, vagy mások által készített gyűjteményeket, és mint látható, a gyűjtemény megosztható Google Tanterem és Microsoft Teams felhasználók számára is, meg még egyéb módokon. Én csak lemásolom ezt a linket, és közzéteszem a chatben. Tehát, ha valaki szeretné a saját gépén kattintani, akkor megteheti. A Véklet egyébként teljesen ingyenes, nincs prémium funkciója, nincs olyan, hogy előfizetésért plusz szolgáltatásokat adnak. Jelen pillanatban teljesen ingyenes, és nem hallottam olyasmit, hogy ez változna. Tehát amit látunk, az egy gyűjtemény, amiben összefoglaltam, hogy mi mindenre alkalmas ez az eszköz. Például arra, hogy egy képgyűjteményt készítsünk, akár mi a diákoknak, akár a diákok egymásnak,
akár órán, hogyha együtt dolgoznak a gyerekek, és az a feladat, hogy készítsetek egy képgyűjteményt például, vagy egy linkgyűjteményt, akkor ez egy kiváló eszköz. Iszonyú gyorsan lehet vele dolgozni, és szép az eredmény is. A gyűjteményekbe belefér az, hogy a tanulók összefoglalóan a munkáikat közé teszik, például úgynevezett tanulói portfóliókat lehet vele kezelni, de el lehet mesélni egy történetet, ezen keresztül be lehet mutatni egy projekt eredményét például, aztán lehet közösen dolgozni többféle módon is, élőben, egyszerre a gyerekekkel, ezt mindjárt ki is fogjuk próbálni, de lehet hírleveleket készíteni vele, lehet információkat szülőknek rendszeresen közzétenni, szóval valóban sok minden, és hát ugye, ahogyan egyre többen használják, egyre több ötlet keletkezik. Én szeretnék megmutatni egy példát arra, hogy hogy néz ki egy gyűjtemények gyűjteménye, mert ha már elkészítettünk gyűjteményeket, akkor lehet, hogy azokat újabb gyűjteménybe szeretnénk szervezni, és itt van egy múzeumpedagógiai gyűjteményem. Mit látunk? Azt látjuk, hogy 7 elem van benne, tehát összesen 7-es darab gyűjtemény van benne, és itt látszik, hogy itt van a Magyar Nemzeti Múzeum, Petőfi Irodalmi Múzeum, Magyar Nemzeti Galéria, és így tovább. Itt vannak maguk a gyűjtemények és további linkek, és hogyha rá akarunk valamelyikre kattintani, például a Petőfi Irodalmi Múzeumnak a gyűjteményét akarom előhívni, amelyet szintén én készítettem, ugye az látszik, hogy abban 16 elem van, mindjárt megjelennek ezek a különböző linkek, és látjuk, hogy a linkek a végletben azért látványosan, képpel, leírással ellátva jelennek meg, és látszik az, hogy hányan nézték meg, hányszor nézték meg ezt a gyűjteményt, illetve itt van ez a föld gömb, ami azt jelenti, hogy ez egy publikus gyűjtemény, tehát országvilág láthatja, bárki láthatja. A láthatósági szintek közül ez az egyik, van teljesen privát, ami teljesen titkos linket jelent, és van a nem listázott nézet, ami azt jelenti, hogy csak az fér hozzá, aki ismeri a jelszót. És itt a linkgyűjtemény összeállításakor nem csak a linkeket lehet mondjuk elhelyezni, hanem le lehet cserélni a képeket, ha szeretnénk. Most ebben az esetben annyira jók, hogy nem szükséges, de lehet változtatni természetesen a leírásokon is, hogyha szeretnénk. Minden egyes elem szerkeszthető itt ebben a gyűjteményben. Visszamegyek az eredeti gyűjteményemre, amit mutatni szerettem volna. Természetesen a képgyűjtemény egy nagyon alapvető dolog, hogy hogyan lehet ezt megoldani. Nagyon egyszerű, a képeket fel lehet ide tölteni, nincsen limit, tehát akármennyi képet fel lehet ide tölteni, és mint lehet látni, a képeknél már egy jó ideje, és a gyűjteményeknél is léteznek reakció gombok. Ez azt jelenti, hogyha mondjuk például ez a Spike Prime Lego robot eszköz tetszik, megtetszett, hogy benne van ebben a gyűjteményben, hát persze így meg lehet nézni nagyban, de egyébként léptetni is lehet a gyűjteményt, nagyon szépen ilyen képtár funkciókat lehet itt látni. Szóval, hogyha ez megtetszik nekünk, akkor ugye itt alul vannak reakciógombok, nem csak like, tehát nem csak tetszés nyilvánítás, van taps is, meg szívecske, meg ilyen hűha fej, meg egy 100-as matrica, tehát nagyon egyszerű eszköz, de nagyon kézre áll, hogy úgy mondjam, jól lehet például egy képgyűjteményt bemutatni, mondjuk egy projektbemutató alkalmával, akár a digitális témahét
vége felé. Aztán, ha visszanézünk, akkor ugye itt ebben a gyűjteményben találtok még további linkeket, egyébként a tavalyi webinárium linkjét, vagy a véglet felhasználói csoport linkjét a Facebookon, amit ajánlok, és a véglet jelen van a Twitteren, aki tud angolul, hát ott nagyon sok újdonság van, és sok-sok webináriumot, bemutatót tartanak, főleg amerikai tanárok, de elég jó szokott lenni. Sajnos sokszor egybeesik a mi webináriumunkkal, de hát ez senkinek nem hibája. Itt látszik, hogy ez a gyűjtemény 9 nagyobb elemet tartalmaz, tehát itt tovább lehet ezeken lépni. 833 a megtekintése, és köszönettel kaptam ilyen reakciókat is rá. No, tehát nézzük meg, hogy hogyan működik ez valójában, egy ilyen gyűjtemény készítése, és akkor először megmutatom, hogy hogy készül egy gyűjtemény, utána pedig meg fogok hívni mindenkit arra, hogy vegyen részt a gyűjtemény építésében. Ugye ehhez a nyitó oldalára megyek az én végletemnek, és megmutatom, hogy milyen módon lehet a diákokkal ezt használni. Természetesen, ha a diákokat nem vonjuk be, akkor is nagyon is alkalmas ez az eszköz a munkára, hiszen a tanárok összeállítanak a diákjaik számára linkgyűjteményeket, ajánlott irodalmat, és így tovább, tehát ez teljesen természetes, és ennél jobb módja nincs is annak, hogy ezt megtegyük, véglet nagyon elegáns, egyszerű, könnyen kezelhető. No, akkor ide kattintok, hogy új gyűjtemény készítése, és ezzel elkészítem a 77. gyűjteményemet, persze ez a szám néha nő, néha csökken, hiszen törölni is szokott az ember. Itt látszik, hogy 76 gyűjteményem van, jelenleg 883 link van bennünk, és vannak csoportos gyűjteményeim is, de erről majd később. Tehát létrehozunk egy új gyűjteményt, és ennek a gyűjteménynek ugye adunk egy témát, én azt mondom, hogy legyen ez a gyűjtemény, ennek a témája legyen a tavak és folyók. Ez egy szép dolog, és ugye kapcsolódik mindenfélehez, akár több tantárgyhoz is, de ez csak egy példa szeretne lenni. Tehát beírtam a címét, utána adnom kell egy borítóképet, legalábbis ha szeretném, hogy szép legyen, úgyhogy rákattintok itt fönt az adj hozzá borítóképet ilyen téglalapszerű területre, és ugye vagy töltök fel a számítógépemről egy képet, vagy, és én inkább ezt szoktam, választok a könyvtárból. A véglet összeházasodott az Unsplash-sel, tehát rögtön az Unsplash ingyenes képei között lehet keresni. Ugye látszik, hogy felajánl egy jó pár képet magától is, de ugye mivel tavakról és folyókról van szó, akkor beírom azt mondjuk, hogy river, azt a szót, tehát mint folyó, és hát itt van mondjuk ez a kép, ami egy halkarom folyó, halkarom tó is lesz, tehát egy ilyen vízesésre kattintottam rá, és ez lesz a borítókép. Vagy ilyen nagyra hagyom a borítóképet, vagy egy kicsit csökkentem felére, és akkor jobban elfér a képernyőn. Na most természetesen alatta lehet leírást adni. Itt akár leírhatjuk, hogy mi ez. Én odaírom, hogy képek és videók, valamint linkek.
csak így példaképpen, de az is lehet, hogy ideírom a gyerekeknek a feladatot, tehát ideírom le, hogy mit kell nekik tenniük, vagy mi a feladat ezzel a gyűjteménnyel kapcsolatban. Mert ezt a gyűjteményt nem én fogom felépíteni, hanem veletek együtt fogom felépíteni. Ugye jelen pillanatban még nincs benne semmi, hát nézzük meg, hogy mit lehet beletenni, tehát milyen tartalmakat. Ugye itt van egy pluszjel, a pluszjel megnyomásával tudok bővíteni a gyűjteményen. Ha megnyomom a pluszjelet, akkor egy ilyen szerénynek tűnő menü jelenik meg, amelynek az első opciója az, hogy illesz be bármilyen webcímet, vagy a következő a szöveg hozzáadása, kép hozzáadása, könyvjelző, PDF, és itt a gofri mögött még vannak dolgok. Először is én szöveget fogok hozzáadni, tehát azt írom, hogy kedves kollégák, gyűjtsünk össze szép képeket, videókat, szavakról és folyóról. Ugye ez lenne mondjuk egy ilyen instrukció, mint látszik, ebben linket is lehet tenni, meg lehet kiemeléseket is használni, mondjuk azt a szót, hogy szép, azt ilyen dölté teszem, és egyébként pedig egy kicsit nagyobb méretre állítom a stílusát, és egy gomnyomással ez már megjelenik. Tehát ez a gyűjtemény, ez már elindult az útján, van benne egy darab elem, igaz, hogy ez egy kép, de mégis van ilyesmi. Na most a feladat az lesz, hogy mindenki tegyen hozzá még, de először megmutatom, hogy mik még a lehetőségek, és utána osztom meg veletek, azt is megmutatom, hogy hogyan kell. Tehát még egyszer rákattintok a pluszra, csak hogy lássunk a lehetőségek közé. Itt a következő a kép. Ugye megint saját gépről, hogyha valaki majd lement egy képet a gépére egy tóról vagy folyóról, akkor azt ugye itt tudja feltölteni, vagy a könyvtárból, tehát megint ide lehet keresni, és azt mondom, hogy River, és akkor vagy most már beírhatom, konkrétan beírhatok egy folyót, tehát beírom mondjuk azt, hogy Temze, és akkor lesz mondjuk egy folyó, vagyis kép a Temzéről. Rákattintottam, itt található, itt egy szép kép a Temzéről. Tehát már két eleme van. Nézzük még, mit lehet. Ugye több helyen van pluszjel, hogyha ide akarom a kép és a szöveg közé szúrni azt, amit én bővítésre szánok, akkor ezt a plusz jelet nyomom meg, én is így teszek. Tehát volt kép, a könyvjelző akkor működik, ha már van nekünk elmentve, nekem ezek a könyvjelzők vannak, rengeteg van, hát nem rengeteg, 800 fölött, ezt most nem szeretném. A PDF állomány az önmagáért beszél, na de nézzük, mi van a gofri mögött. Ez a 9 pont, ez a gofri. Be lehet tenni tweeteket, be lehet tenni Flipgrid videót, be lehet tenni YouTube videót, és a Google Drive-ról, OneDrive-ról tartalmakat. Ugye a YouTube videó megint egy nagyon klassz lehetőség, tehát rákattintok. Most ha itt YouTube videót szeretnék, akkor beírom azt, hogy Danube, mint Duna, és hát itt lesz mindenféle, például a Kék Duna keringő nagyon is lesz, de mondjuk, hogy én választom ezt a videót, amin a parlament látszik, és mindjárt tettem bele egy videót is. De szeretném megmutatni a videók közül az legizgalmasabb lehetőséget, amivel
a diákokat igazán aktívvá lehet tenni, ez pedig a Flipgriddel való összekapcsolás. A Flipgrid egy olyan alkalmazás, amivel videókat lehet készíteni, és videós válaszokat lehet adni különböző feladatokra. Na most, hogyha a Flipgriden is regisztráltak vagyunk, és a végleten is, akkor össze lehet a kettőt kapcsolni. Amikor először kattintunk erre rá, akkor derül ki, hogy ez lehetséges. Arra kell figyelni, hogy egyszerre nem fogjuk tudni használni a Flipgridet és a Teamset, vagy amilyen eszközt használunk, mert ugye itt, mint most jelzi is, ugye a kamera nem mindig szabad, tehát elképzelhető, hogy a program éppen használná azt a kamerát, amit most a Flipgridre szeretnénk mi használni. Most kikapcsoltam az egyik kamerámat, és látszik, hogy mindjárt itt lehet dolgozni. Most a diákoknál nagyon gyakori az a probléma, hogy azt mondják, hogy jaj, én nem akarok látszani a képen, és hát sok esetben igazuk is van, vagy akceptálható ez a igény. Itt látjátok, hogy be lehet szépen állítani különböző kereteket, vannak ilyen effektusok, vagy azt mondja valaki, hogy hát én inkább nem szeretném mutatni a fejemet, szívesen válaszolok a tanár úr feladatára, de inkább nem szeretnék látszódni. És akkor vannak ilyen matricák, amiket így egészen testre lehet szabni, és akkor aztán már tényleg működik a dolog. És még egyéb effektusok is vannak, itt válogattam néhányat, filterek vannak, szövegeket lehet használni, és így tovább. Ez mind a Flipgrid funkciója, nem a végleté, tehát már a Flipgridben vagyunk. És akkor ennek a középső gombnak a megnyomásával most föl tudok venni egy videót, amely maximum 10 perces lehet, tehát most rögzítjük azt a videót, ami maximum 10 perces lehet, mint említettem, most legyen így most elég, és most már megmutatta, hogy akkor mi is a videó, megnézhettem, ide írhatok alá valami szöveget, hogy mi ez, beírtam egy próba, és megnyomtam a zöld gombot, és már tölti is föl a végletgyűjteménybe. Tehát itt meg is jelenik mindjárt a videó, itt van, ez a nagyon csodálatos próba videó, de a lényeg látszik benne, és most már visszakapcsolhatom ezt a kamerát, tehát most már nem használjuk. Tehát ilyen egyszerű gyűjteményt készíteni, tulajdonképpen minden fontos gyűjtemény elemet megmutattam. Na most, nézzük meg a felső csíkját ennek a végletnek, itt végig. Ugye látszik, hogy a változások elmentve, tehát nem szükséges menteni egy kicsit se mentő magától. Aztán itt van ez, hogy privát ez a gyűjtemény, ezt említettem korábban, hogy lehet nyilvános, meg nem listázott. Hát nyilvánosnak semmiképp sem lesz ez nyilvános, hiszen csak próbálkozunk, úgyhogy átállítom nem listázottra. Aztán pedig itt van ez a fogaskerék. A fogaskerékkel lehet például háttérképet hozzáadni. Ez azt jelenti, hogy a két oldalán is lenne háttér, de ezt most elengedném, nem fontos. Ha rákattintok, ugyanúgy feltölthetek saját képet, vagy könyvtárat használhatok. Ami most nekünk érdekes, ez a meghívás itt. Na most, nagyon sok esetben fontos nekünk az, hogy a diákok oly módon tudjanak használni egy alkalmazást, hogy ne kelljen nekik regisztrálniuk. Például életkoruk miatt nem várhatjuk el, hogy regisztráljanak
nem írhatjuk elő, hogy regisztráljanak egy szolgáltatásba, de mégis szeretnénk, ha ők részt vennének a munkába, és lefotóznák a házi állatukat mondjuk, és feltöltenék ide a fotóját, és nem tudom, összegyűjtenének érdekes képeket, vagy az online oktatás idején megmutatná mindenki, hogy mivel tölti a szabad idejét, olvas, játszik, fut, biciklizik, kertészkedik, stb. Tehát egy ilyen gyűjtemény esetén sem kell feltétlenül a diákoknak regisztrált felhasználónak lenniük. Itt van ez a link, ugye vagy a kódot, tehát ha fölmegy a gyerek a véklett.com-ra, akkor itt található ez a kód, ezt kell neki beírnia, vagy megadjuk neki a linkjét a gyűjteménynek. Most én megosztom veletek a linket, és kérem, hogy csatlakozzatok ehhez a gyűjteményhez. Amikor beléptek, meg fogja kérdezni, hogy mi a nevetek. Kérem, hogy ne az igazi neveteket írjatok, hanem valami becenevet találjatok ki, és úgy fogtok tudni dolgozni. Pontosan ugyanúgy fog kinézni minden, mint nálam. Egy kis segítség lesz, ki fogja írni, hogy ti most egy gyűjteményben vagytok, fog egy kicsit segíteni. Keressétek a zöld színű szerkesztés gombot, mert ha azt megteszitek, a szerkesztés gomb segítségével tudtok a plusz jellel hozzáadni, és kérem, hogy adjatok hozzá szép képeket vagy videókat általatok ismert vagy kedvelt tavakkal és folyókkal kapcsolatosan. És ahogyan ez megtörténik, akkor majd mindjárt fog látszódni, én is most visszamegyek szerkesztő üzemmódba, és ha valaki látja a megosztásomat, akkor látja, hogy fölül már ki van írva, hogy 14 plusz ember már be is lépett ebbe a gyűjteménybe. Tehát már egy csoportmunkában vagyunk, egy együttes, egy jó kis együttműködésben, amiben az a feladat, hogy bővítsük közösen ezt a gyűjteményt, és az elemek szép fokozatosan jelennek is meg. Hogyha jövök lejjebb, akkor látszik, hogy Habci föltett egy képet, akkor itt egy velencei kép például, akkor itt a Kék Duna keringő például. Ugye van, aki regisztrált felhasználó, de be van lépve a végletbe, és úgy használja, akkor ugye hozza a nevét is magával. Tehát gyorsan lehet egy klassz gyűjteményt összehozni, és az, hogy együtt most közösen dolgozva alkotunk valamit, az szerintem az egy élmény, az egy jó dolog, ráadásul így aktívvá válik, vagy aktivizálhatjuk a gyerekeket akár online körülmények között is, hiszen mindenki hozzátesz itt az egészhez. Na most jönnek fokozatosan nagyon ügyesen a különböző hozzáadott elemek, nagyon, nagyon ügyes és aktív csapat gyűlt ma itt össze, látjátok, gyönyörű szép képek vannak. Na most én megnyomom a kész gombot, ami nem azt jelenti, hogy nem lehet tovább dolgozni vele, hanem azt jelenti, hogy én nem dolgozom tovább most vele, hanem csak ilyen teljesen kijöttem az egésznek a cím oldalára, és például itt egy aktuális videó, ami Győrváros 750. születésnapjával kapcsolatos, meg a folyókkal is, és hát nagyon sok szép kép, meg videó, meg ilyesmi. Na most az történt, nézzétek meg, hogy az én eredeti szövegem leszorult ide, ugye? Tehát ez egyszer ugye nem a jó helyen van, a legtetejére kell majd visszatenni. Aztán, ugye, aki végzett, nyugodtan megnézheti a többiekét, és nyugodtan használhatja
ezeket a reakciógombokat, tehát mondjuk én most megnyomom ide a Edison bejegyzéséhez ezt a like jelet. Na most ugye az, hogy most 17 elem van és 18 megtekintés, az valószínűleg már nem igaz, mert közben itt jönnek mindenkitől a hozzájárulások. De most mutatom, hogy még mit lehet ezzel a gyűjteménnyel csinálni, mert ez még mindig nem merítette ki az összes lehetőséget. Tehát szerkesztés üzemmódban vagyok, tehát megnyomtam ezt a bizonyos gombot, hogy szerkesztés. Na most itt van az én szövegem, amit első szövegnek szántam. Ezt egyszerűen itt, ha rámegyek az egérrel, akkor egy gombnyomással, csak közben jönnek az új elemek, egy gombnyomással fel tudom vinni az egésznek az elejére ide, és ha valaki nem nyomja meg itt a tetején levő plusz jelet, akkor ez itt is fog maradni. Hogy egy mentést kierőszakoljak gyorsan, ezért megnyomtam a kész gombot. De visszamegyek a szerkesztésben, mert még megmutatok két dolgot. Az egyik az, hogy ugye most egy ilyen lineáris, hosszúkás elrendezést láttok, de ezen lehet változtatni, mert itt a tetején van egy ilyen, hogy elrendezés módosítása, és ez, amit látunk, ez úgynevezett média nézet. Van kompakt nézet, akkor ilyen kicsi lesz minden. Van rács nézet, de a kedvencem, és sokkal kedvence ez a hangulattábla, moodboard, és akkor átváltozik az egész egy ilyenné, amilyet most lehet itt látni a képernyőn. Ettől elveszett a sorrend, ugye, viszont sokkal kezelhetőbb lett a látvány. De azért némiképpen a sorrendet lehet módosítani, tehát például a szövegemet szeretném itt tudni a bal felső sarokba, akkor egyszerűen csak átrendezem. Hogyha pedig mondjuk például, ugye jönnek folyamatosan az anyagok, ezért mozdulnak el mindenfélék. Ha például szeretnék valahova valamilyen kiegészítést írni, tehát valamelyik, például itt van ez a Wikimédiáról származó kép, és itt fönt a szerkesztés gombot megnyomom, akkor ez a szöveg, ez a linkje tulajdonképpen, ami fontos, de mondjuk helyette odaírom, hogy folyócska, nem megbántva a szerzőt, de ugye akkor a szövege itt az lesz a gyűjteményben, amit én választok hozzá. Ez azt jelenti, hogy a gyerekeket arra is megkérhetjük, hogy írja le, hogy mi van a képen. Írjon róla. Tehát ez egy ilyen lehetőség, hogy ezt meg lehet tenni. Mindegyik esetben. Persze a ceruza gomb erre szolgál, és a kuka gomb pedig arra, hogy töröljük, hogyha valamiért ezt szeretnék. Megnyomom a kész gombot megint, és megmutatom, hogy mit lehet még ezzel tenni. Ha kész van a gyűjtemény, akkor a gyűjtemény tetején még vannak lehetőségek. Hát a jól ismert zöld szerkesztés gombot már hagyjuk. A meghívás gomb, ugye ez tehát azok számára való, akiket meg akarunk hívni, hogy jöjjön és szerkessze velünk a gyűjteményt. Nem így osztjuk meg a készmunkát. A készmunkát a nyíl segítségével, amit az elején mutattam, osztjuk meg, és látjátok, hogy itt van mindenféle szolgáltatás, leginkább ugye a Google Tanterem és a Microsoft Teams, ami szóba jön. Itt van a rendes link is, alul pedig PDF-ben lehet exportálni. Hát videóknál a PDF hát nem lesz olyan kellemes, ugye? De végül is lehetséges, és beágyazni is lehet. Ez azt jelenti, hogy ezt a gyűjteményt be lehet ágyazni máshova, ez egy webes tartalom, és mint webes tartalom be lehet ágyazni egy Genially anyagba, egy blogba például, egy honlapra. Na most
több kérdés is jött, az egyik, hogy bele lehet egymás képeibe nyúlni, igen, meg lehet ezt tenni, de ennek van, erre van válasz, tehát mindjárt megmutatom, hogy hogyan lehet úgy dolgozni, hogy tudjuk, hogy kik vannak pontosan a felhasználók mögött. Amit most mutattam, az azt a megoldást jelenti, amikor a gyerekek maguk írják be a nevüket, nem regisztrálnak. De én azt gondolom, hogy az, hogy ne töröljék ki egymás képeit, azt inkább pedagógiai módszerekkel, mint technikai módszerekkel érdemes elkerülni. A másik kérdés az, hogy oké, hogyan tudnám én a gyerekeket egyszerre rávenni, hogy csatlakozzanak már ehhez a véglethez, és ezt meg fogom mindjárt mutatni, hogy lehet csoportosan behívni a gyerekeket. Itt fölül van még reakciógomb, és a három pont mögött pedig az elemzés az arra szolgál, hogy megnézzük, hogy hányan látták, hogy látták, törölni is lehet, át lehet helyezni máshova egy térbe a gyűjteményünket, ezt most még nem tesszük meg, láthatóság módosítása pedig itt is lehetséges, tehát a nyilvános, a privát és a nem listázott variációk lehetnek. Felmerülhet esetleg az a probléma, hogy oké, én azt szeretném, hogyha a gyerekek csoportban dolgoznának, vagy tudok-e csoportokat létrehozni a Teams vagy a végleten belül. Nos, azt nem tudunk ilyesmit, de erre nagyon kiválóan alkalmas a Classroom Screen nevű alkalmazás, amivel nagyon vidáman lehet az ingyenes verzióval is csoportokat létrehozni. Most behívtam ezt az oldalt, tehát most a végleten kívül vagyok, és itt van ez a GroupMaker funkció, és ezt itt megnyitom, és nekem van egy meseosztályom, és a meseosztályt, azt ugye én már fölvittem a neveket, 12-en vannak ők, és ezzel fogok dolgozni, kiválasztom ezt az egész csapatot. Itt beállítom, hogy tulajdonképpen hány fős csapatokkal akarok dolgozni, vagy pedig hány csoporttal, ugye ez a kettő nem független egymástól egyáltalán. Hát a szokásos 4 fős csoportokra gondoltam, akkor ő korrigálja, hogy mivel 12 diákom van, akkor itt nyilván 3 csoportom lesz, rendben van, megnyomom a gombot, és nagyon vidáman elkészülnek a csoportok, tehát könnyen lehet csoportot is alakítani ezzel az eszközzel, bár nem véglet, de nagyon jól illeszkedik, jól használható, és így lehet megoldani végleten kívül is a csoportalakítást. Ha pedig nem örülünk neki, hogy mondjuk pompom egy csoportba kerül mondjuk Habci Benővel, akkor pompomot át tudjuk ide tenni, és dömdödöm meg, amúgy is nagyon barátságos, áthozzuk ide az A csoportba, és minden rendben lesz. Visszajövök ide a véglet oldalamra, és megmutatom, hogy hogyan lehet most tartósan közös csoportban úgynevezett térben dolgozni a gyerekekkel. Tehát itt arról van szó, hogy a képernyőnek egy részét még eddig nem bolygattuk, nem néztük. A legbaloldalibb szélén vannak ilyen kerek bogyók a képernyőn. Ezek a véglet terek, angolul spaces, és ezekben a terekben vannak tulajdonképpen a különböző csoportjaim. Hogyha innen a jobb felső sarokból nyitom meg, van egy ilyen, hogy terek megtekintése, akkor látszik, hogy nekem egyelőre jelenleg 7 terem van, ezek csoportok, amelyekben mind gyűjtemények vannak. Na most létrehozok egy új teret, és megnézzük, hogy ez hogy működik. Alul van egy plusz gomb, hogyha valakinek még nincs tere, akkor a plusz jel az itt fönt van a feje, a profilképe alatt. Ide a plusz jelre rákattintunk, és itt létrehozunk egy új teret, másodperc a kérdés az egész. Tehát most azt a nevet fogom adni neki, hogy DTH 2021,
És itt fölül kattintva a ceruzára tudok egy D betűt választ, hát az nem olyan szép. A kép megváltoztatásával én választok innen valami képet ebből a kínálatból, amit tulajdonképpen bármi lehet, ezt a színes valamit választom. Majd rákattintok a létrehoz gombra, és ezzel létrejött egy terem, amiben egyelőre ugye nincsen senki rajtam kívül. Gyűjtemény sincs benne, mert még nem készítettem, de itt adja magát, hogy itt lehet készíteni. No, akkor megyünk át a tagokra. Itt van, hogy én vagyok a tulajdonos, rendben van, ugye ez most már ilyen tanárdiák helyzet lesz, és a plusz jellel tudom meghívni a diákokat. Megint vagy kódot adok nekik, vagy linket adok nekik, vagy már ismerem őket, és felhasználó név alapján adom hozzá őket, vagy e-mail cím alapján adom meg a meghívottakat. Most én itt nektek a linket teszem be a chatbe, és akinek van kedve, és vállalja, akkor itt megjelenhet. Ugye ehhez már regisztráltnak kell lenni, tehát a regisztrált felhasználóknál jelenik meg ez a lehetőség. Tehát most már a meghívásnak csak úgy tudtok eleget tenni, ha regisztráltatok már, és beléptek a végletbe. És eddigiekben használt közös dokument, közös gyűjtemény szerkesztésnél is, ugye eddig vendégként voltatok benne a végletben, akkor ugye nem látszik ilyen funkció, de hogyha rendes regisztrált felhasználók vagytok, és tanárként regisztráltatok, akkor biztos, hogy ott kell legyen ez a plusz jel a bal szélén a képernyőnek. És itt fognak sorakozni a tagok, amelyeknek a nevét nem szeretném majd megmutatni, úgyhogy én átmegyek ide a gyűjteménybe, de majd fogjuk látni, hogy ott egyre több tag lesz, majd frissítek. És itt most már az a különbség az eddigiekhez képest, hogy a gyűjteményt, amit itt létrehozunk, akkor azt már most már nem kell megosztanom a diákokkal, hanem bármi, amit itt létrehozok, az mindenkinek látszódni fog az ő terében. Tehát, hogyha én itt létrehozok egy gyűjteményt, az automatikusan megjelenik, de ez olyan, mintha megosztanék egy mappát mondjuk a Google Drive-on, akkor ha meg azon belül létrehozok bármit, az már mindig megjelenik mindenkinél, nem kell külön szólni róla. Tehát itt is erről van szó. Ráfrissítek, hogy lássuk, hogy hányan vagyunk. Tehát itt mutatja már a számláló, hogy 22 tagja van ennek a társaságnak. Egészen nyugodtan bárki létrehozhat itt már gyűjteményt. Annyi, hogy én látni fogom, hogy ki az. Ugye ez a különbség az előzőhöz képest, tehát hogyha gyerekekkel hosszabb távon dolgozunk, és nyomon követném a munkájukat, hogy ki mit csinál, mit tesz föl, mit módosít, akkor itt már egy ilyen tér, egy ilyen véglet tér használata indokolt. Jó, az előző behívás a Teams és a Google Tanterem segítségével csak arra volt jó, hogy ők belépjenek a végletbe, de amúgy ők nem adódnak hozzá automatikusan egy ilyen térhez. Ha mondjuk egy diáknak vannak tanárai, sok tanára van, akkor mondjuk 5 tanára is használja a végletet, akkor a diák benne lehet 5 térben is, nem tudom, matematika tér, kémia tér, történelem tér, angol, stb. Hát persze lehet izgalmasan is elnevezni, nem ilyen egyszerűen, ahogy mondtam, de tulajdonképpen erről van szó. Na most megnyomom ezt az új gyűjteményt, és mondjuk ide hozzáadok valamit, hogy egy új gyűjteményt szeretnék készíteni, és mondjuk a téma a nap lesz, akkor
adok gyorsan a könyvtárból valamit, beírom, hogy Sun, és akkor ugye a nap lesz a téma, rendben van, választok egy képet neki, és megjelenik itt a kép, lecsökkentem feleméretre, és tulajdonképpen itt a gyűjtemény, megnyomom a kézgombot, és mostantól ez a gyűjtemény egy frissítés után mindenkinek ott van, a mindenkinek, aki belépett ebbe a DTH 2021 nevű véglet térbe, mindenkinek ott van, és akkor már használhatja, beleírhat, bővítheti a gyűjteményt, de újat is létrehozhat. Tehát én szoktam olyan feladatot adni a hallgatóimnak, hogy mondjuk mindenki készítsen valamit, és azt úgy osztjuk meg egymással, úgy láthatja mindenki, hogy egy közös gyűjteménybe teszik föl. Akkor én itt egy gyűjteményt közzéteszek, mondjuk azt mondom nekik, hogy mindenki készítsen egy érdekes térképet, vagy egy feladatot, egy Geniali szabaduló játékot. Akkor ide nyitok egy gyűjteményt, és megkérek mindenkit, hogy oda linkelje be. Akkor mindenki megnézheti, reakciógombokkal is értékelheti, és mindenkinek látszik. Vagy az is lehet feladat, hogy azt mondom, hogy mindenkinek a feladata egy véglet gyűjtemény elkészítése, tehát állítson össze egy gyűjteményt ebből, meg ebből, meg ebből. Vagy mutassa be egy véglet gyűjteménybe valaminek a menetét. Egy történetet, egy időbeli lefolyását valaminek, vagy valamihez tartozó fontos információkat, mondjuk egy fogalomhoz kapcsolódó szimulációk, videók, képek, tananyag valamihez, vagy egy tétel kidolgozásához egy ilyen gyűjtemény, és akkor a diák maga fogja itt ezt létrehozni. Tehát ez a zöld plusz jel, ez mindenkinek látszik, és mindenki meg is nyomhatja. És hogyha frissítek, akkor láthatjuk, hogy 32-en vagyunk, és már mások is készítettek itt ide dolgokat, tehát a nap mellett van hold is, meg ilyen címnélküliek is, még akik még most hozták létre, tehát ebben a percben, ugye azért még azoknak nincsen mindenhol címe, van akinek macskái, vannak, van akinek sakk, és így tovább. Ez ugye ez egy közös tér, ami itt megjelenik, az közösen látható. A tanárnak van rá lehetősége törölni innen, hogyha valami nem kell ide már, hogy legyen áttekinthető, de egyébként, ha nagyon sok munka van benne, közös gyűjtemény, akkor itt fölül van egy kereső eszköz, itt, ez mindig, ez a hosszú szürke, ez mindig a saját gyűjteményekben keres. Akár space-ben, akár véglet térben vagyunk, akár pedig a saját gyűjteményeinkben, mert egy idő után, hát nehéz lesz pörgetni, lehet a keresőt használni. Itt elő is jön az a kérdés, hogy oké, hogyan tudnék én más okos emberek gyűjteményéhez hozzájutni, mert elképzelhető, hogy mások is csinálnak valami hasznosat. De az egyik megoldás az, hogy ismerem őket, és elküldik így nekem. De ha nem ismerem őket, akkor mi a teendő? Ugye visszamegyek ide a kezdőlapra, és mutatom, hogy itt ugye két kereső ablak vagy kereső mező van. Az egyik, ez a szürke, amit említettem, ez a saját anyagainkban keres, és itt van fent ez a felső, ez pedig a teljes végleten keres, de csak a publikus gyűjteményekben. Tehát ezért nem mindegy, hogy egy elkészült gyűjteményt mi publikusra állítunk, vagy sem, mert hogyha nem szeretnénk publikálni világ szemének kitenni, akkor ugye óvatosan bánjunk a láthatóságával. Na szóval, hogyha ide az ember beírja mondjuk azt, hogy földrajz,
akkor ugye meg lehet nézni, hogy milyen gyűjtemények vannak már. Ugye vannak, amelyekben sok anyag van, van, amelyikben még egyelőre kevesebb anyag van, és hát itt van ez a 44 elemű gyűjtemény, ez elég soknak tűnik, úgyhogy valószínűleg ebben azért van matéria. Látszik, hogy itt 44 elem van benne, és egy csomó érdekes link látszik, úgyhogy ez mondjuk nekem annyira tetszik, hogy egyrészt tetszést nyilvánítok, azt mondom az készítőjének, hogy ez igen, nagyon jó. Tényleg érdekesnek tűnnek a linkek, és érdekel engem. Ugye itt fönt van a megosztó gomb, tehát ez a nyíl, ezt már ismerjük. Ezt a nyilat megnyomva a linket megkapom, és tudom osztani a diákjaim felé. Tehát ez automatikusan használható akkor is, hogyha nem én vagyok a szerzője. És aztán pedig itt van ez a három pont, itt van egy ilyen, hogy mentés a könyvjelzők közé, ez fontos, és van a jelentés. A jelentés ugye arra van, hogyha kifogásolható tartalmat találunk, de itt erről nincs szó. A mentés a könyvjelzők közét választottam, és ezáltal ez a gyűjtemény elmentődik hozzám is. És ezeket a linkeket külön-külön is tudom majd használni, meg így egyben is. Úgyhogy ez egy nagyon klassz dolog, és azon kívül pedig még azt is megtehetem, hogy megnézem, hogy ki a szerző, és esetleg, ha van kedvem, ezt a follow gombot megnyomhatom, ami azt jelenti, hogy követem őt, tehát mint a Twitteren látni lehet majd, hogy ha új tartalmat hoz létre. Itt pedig meg lehet nézni, hogy milyen további gyűjteményei publikusak, jelen esetben ez a három, ami itt látszik. Itt felmerül az a kérdés is, hogy akkor lehet-e személyeket keresni. Lehet személyeket is keresni, hogyha itt fönt beírtuk azt, hogy földrajz, akkor itt alapértelmezésben a gyűjtemények voltak kijelölve, de ha személyre keresünk, akkor ide beírunk egy nevet, és ide azt, hogy személyek, és akkor személyeket tudunk keresni, tehát az adott embernek a gyűjteményeit fogjuk tudni keresni. És hogyha megnézzük, akkor mondjuk beírom azt, hogy irodalom. Irodalomból is vannak már magyar nyelvű gyűjtemények, nem is kevés. Hát persze meg kell nézni, hogy milyenek vannak, amik még kezdetleges állapotúak, és vannak, amik már kidolgozottabbak, tehát ez ilyen, úgyhogy meg kell nézni, hogy mi minden van. A Genially kedvelőknek hát rengeteg van. Persze ne tévesszem meg senkit, ezek mind azonos, vagy sok azonos van köztük, mert az történt, hogy lemásolták, de ugyanúgy publikusra hagyták, úgyhogy nem is nagyon lehet rájönni, ki az eredeti szerző. Na most, mint láthattuk, minden embernek van egy saját profilja, és ezzel szeretném zárni a bemutatót, tehát itt a három pontnál, jobb felső sarokban azt is meg lehet nézni, hogy hogy néz ki a mi nyilvános profilunk. Tehát ha mi tanárok vagyunk, akkor lehetséges, hogy a diákjaink megnézik, vagy kollégák megnézik, hogy na lássuk, hogy ennek az embernek milyen anyagai vannak publikálva, és akkor meg lehet nézni, hogy hogy is néz ki ez az ügy. Tehát nekem az összes publikus gyűjteményem megjelenik ezen az oldalon itt. Ugye itt a nevem, meg itt van angolul egy bemutatkozás, hogy tudják, hogy kicsoda, micsoda. Mivel véglet nagykövet vagyok, ezért ez a háttérképem itt, és a profilképem, ezeket természetesen be lehet állítani. És itt kezdődnek a kiajánlott gyűjtemények. Nyilván nincs 77, mint volt ott eredetileg, mert ezek csak a nyilvánosak. És itt a bal oldalon van egy kis tartalomjegyzék, tehát hogyha valakit csak a digitális témahét érdekel, akkor lejjebb jön, és itt vannak az ide kapcsolódó gyűjtemények. Illetve, hogyha megnézzük, akkor
akkor itt vannak magyarul meg angolul is gyűjtemények, tehát van múzeum téma, ugye ezekből láttunk is már egy néhányat. Most hogyan lehet ezt, hogy mondjam, egy kicsit szerkeszteni, hogy úgy nézzen ki, ahogy szeretnénk mutatni. Itt van ez a zöld gomb, profil szerkesztése, és akkor látjátok, hogy itt a nevet is lehet módosítani, meg mindenfélét. Hát a nevemet nem igazán szeretném módosítani, de például itt létre lehet hozni új szakaszt, és a szakaszok látszódnak itt szépen felsorolva, és a legalján a lapnak vannak azok a gyűjtemények, amelyek nincsenek beosztva még egy kategóriába se. Itt most négy van, és akkor itt van ez a Microsoft Teams útmutatók című gyűjteményem, amit én itt kiválasztok, mondjuk azt mondom, hogy pedagógusoknak oda szeretném áttenni, a kiskutatók éjszakája pedig a digitális témahéthez való, és akkor most már ezen túl ezek ott jelennek meg. A digitális témahétnél elég sok van, ezért van az, hogy mutass többet, mert nem rajzolja ki feltétlenül. És hogyha ezzel megvagyok, akkor ugye a mentés gombbal tudom ezt lezárni, és akkor már oda kerülnek a gyűjtemények, ahova szántam. Tehát itt van a Teams útmutatók a pedagógusoknak részben, és hát itt, mivel már elég sok gyűjteményem van, így muszáj valahogy görgetni a dolgokat, tehát nem tud egy lapon feltétlenül minden megjelenni, de nem baj, az a jó, ha sok gyűjtemény van. Ha újdonságok jelennek meg, akkor a jobb felső sarokban a profilkép mellett szokott lenni egy értesítés gomb, egy ilyen harang, hát most nincsen nekem új, de ha lenne, akkor itt jelenne meg, és itt van ez a fedezd fel, amivel általánosan érdemes foglalkozni. Itt angol nyelvű általában a világban létrehozott, jól menő, érdekes gyűjtemények vannak, tehát ezeket azért így átnézik, ami itt ez ajánlott kategóriába kerül, azok elég jó gyűjtemények. No, hát ez a véglet, amivel bizony elég sok jó tartalmat lehet létrehozni, és a tartalom létrehozásának az élménye mindenki adott, akkor a legjobb, ha a diákok minél aktívabbak, és ők hoznak létre, akár hozzászokhatnak, hogy bármilyen munkában vannak, a munka eredményét egy végletgyűjteménybe tehetik közzé. Aki korábban használta a Pertree-t, az tudja, hogy például abban lehetett linkeket csoportosítani és rendezni, csak már eljárt fölötte az idő, ráadásul ugye fizetős is volt részben, főleg ha reklámokat el akartuk tüntetni. Itt ilyen probléma nem merül fel. Aztán a végletben vannak olyan funkciók is, amelyekért szeretjük a Padletet például, vagy a Linoitot. Például lehet óra végén egy olyan gyűjteményt is indítani, hogy kilépő cetli, és a diákok nem képet tesznek fel, vagy linket, hanem mindenki egy szövegben megírja, hogy tetszett az óra, vagy mi volt nehéz, vagy visszajelzést ad az órával kapcsolatban. Tehát ez egy nagyon rugalmas eszköz, és mint minden eszköz, annyira jó, amennyire jó pedagógia áll mögötte. Köszönöm szépen a figyelmet!